Szerelem, mulatozás, betyárbecsület. Többek között ezekről szóltak a sátoraljújhelyi magyar-szlovák kéttanítási nyelvű nemzetiségi általásiskola és kollégiumban tartott szlovák vers és népdaléneklési verseny előadott művei. Az iskola tanulói három korosztályra osztva mérték össze tudásukat a versszavalásban, és egy kategóriában a népdalcsokrok terén. Ez egyfajta munkánk demonstrációja, a tanulói munka és a nevelői munka demonstrációja, azaz, amikor egy tanév végéhez közeledünk, akkor jó látni, hová jutottunk szeptembertől, és tulajdonképpen ez a versmondás és az éneklés egy alapkészség, amely alkalmat ad arra, hogy a tanulóink megmutassák, megversenyeztessék a tehetségüket és a tudásukat, és mi büszkén végighallgatjuk őket, és aztán a zsűri, amely egyébként egyfajta visszatérő nyugdíjasokból álló független zsűri, ők is jelen vannak, és így el tudunk beszélgetni, van egyfajta kapcsolatteremtési és visszajöveteli dimenziója ennek a találkozónak, ők döntenek arról, hogy mely gyerek milyen teljesítményt nyújtott, és a kicsiknek ugye a nagyok példát mutatnak, és a nagyok egyfajta búcsút mondanak ezzel a versennyel és az adott nyújtott teljesítménnyel. Mindegyik zsűri elégedett volt a diákok hangsúlyozásával és kiejtésével is. Én az első kategóriában voltam zsűritag. Itt elsősök, másodikosok, harmadikosok versenyeztek. Felkészültek voltak a gyerekek, nagyon szépen előadták mindnyájan, hibátlanul megtanulták a verseket. Nyilván, hogy az értékelésnél azért több szempontot figyelembe kellett vennünk. Korábban 4 évvel ezelőtt zsűriztem utoljára, akkor is itt az intézményben, akkor is jó tapasztalataim voltak a gyerekek felkészülését illetően. A verseny előtt bemutatták azokat a prezentációkat, amelyeket a Magyarországi Szlovákok Kutatóközpontja országos diákversenyére készítettek, de a pandémia miatt nem tudták élőben előadni a Szarvason rendezett döntőben. Így azok írott változatát bírálta el a zsűri. Az iskola 7. osztályos tanulója, Zsiga Petra a nap során tudta meg, hogy első helyezett lett.